Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Én nem is tudom, hogy Márkusné Vörös Hajnalka után még mi konkrétet tudok mondani erről a városról. Egyáltalán mit tudok mondani? Hát azt, amire fölkértek, hogy egy több mint 40 évvel ezelőtti szociológiai próbálkozásomat, amit akkor publikáltam is a valóságban, fölelevenítsem, és ami arról szól, hogy a városnövekedés, a hirtelen városduzzadás folyamatában végül is milyen társadalmi folyamatok játszódtak itt le, milyen társadalmi ökológiai övezetek jelölhetők ki, és azon belül milyen mozgásfolyamatok vannak, voltak. Most mentségül azt hozom föl, hogy ez ugye a 40-valahány évvel ezelőtt, tehát 70-es évek elejé empirikus kutatás, amikor a magyar szociológia, amiben nagyon erős volt, ugye elsősorban Szelényi Ivánon keresztül, másokon keresztül is a városszociológia. Hát azért akik, mint például én is követni próbáltam a Konrád Szelényi városszociológiai munkáit, hát még a módszertanban eléggé kezdetlegesek voltunk, számítógépet nem használtunk, a módszertani ismereteink ugye hát bizonyos hát mutatók és szignifikancia mérésekre korlátozódott. Előnye viszont az volt, hogy egy akkora pénzt kaptunk, ma úgy mondanánk forrást, speciál erre a veszprémi kutatásra, hogy egy 800 fős, mert ez már borzalmas, mert országos vizsgálatokat lehet csinálni 800 fős mintán, egy 800 fős mintán elkezdtünk ezzel a témával, hogy a város növekedés, a hirtelen városduzzadás folyamatában hát milyen társadalmi folyamatok játszódnak le. Szabályosan csináltuk, ma már nem így készítenek mintát. Emlékszem, a Hazafias Népfront választási jegyzékéből véletlenszerűen kiválasztottunk, egy kis csapatban dolgoztunk, kiválasztottunk 800 lakást véletlenszerűen, majd a 800 lakásból külön oda mentünk, és véletlenszerűen a 18 éven felülit, és ők kerültek a mintába. Hát ezért mindjárt minta a város lakosságára azért csonka lett, mert ugye ez egyetemi város, tehát ugye a diák kollégiumok diákjai ugye kimaradtak. Kimaradtak az albérlők, ágybérlők. Ugye ebben az időben, a 70-es évek elején a város, főleg a rosszabb területei, idézőjelben a rosszabbat, azok most nagyon jó területek, a lakáskomfortot illetően rosszabb területei tele voltak albérlővel és ágybérlővel. Tehát ilyen értelemben sem teljes az a kép, amit a városról fogok mondani. Most éppen ez. Ja, bocsánat, én véletlenül más gombot nyomtam meg. Így. Elhangzott itt Korompai György neve. Egy óriási ember volt. Én még annyit hozzátennék, hogy azért személyes kapcsolatom is van a várossal. Én itt kezdtem a pályámat a 70-es évek legelején. Slapajként a Veszprémi Naplóban, és aztán pályát változtattam, és az akkor nagyon divatos és fölfutó szociológia területére mentem, és ráadásul a Városépítési Tudományos Tervező Intézetbe kerültem, ugyancsak ilyen gyakornoknak, na ott végeztem ezt munkatársakkal együtt, ezt a kutatást, és ott az előbb említett Korompai György, hát olyan idős, bejárogató ember volt már, és amikor próbáltam a Veszprém
társadalmi ökológiai övezeteit lehatárolni, akkor kezembe ajánlotta a saját monográfiáját, amit ugye, mint ahogy Hajnalka mondta, hogy megelőzte az a rendezési terv, amit ő munkatársaival itt készített, és amiben nagyon jó gondolatok voltak. Na most ez akkor megragadott engem, de még talán jobban is megragadhatott volna, mert ez egy nagyon, nagyon jó könyv. Ugye itt elhangzott, hogy hát város, az örökség, az identitás, ugye a Megyesi Tamás fölvezető előadásában. Ennél a könyvben azt hiszem nem is szerepel ez a fogalom, hogy örökség, nem is szerepel ez, hogy identitás, talán ezt az identitás szót az 50-es évek elején, ez a korompai monográfia, Veszprém monográfia 56-ban és 57-ben jelent meg. Tehát nem is ismertük, nem is használtuk. Hát ez az identity, ez később jött be, ugye? Ő azt mondja, hogy a városkép, és nagyon nagy szerepet, nagyon fontos része a könyvnek, hogy a tradicionális szerkezet és a tradicionális kép, a funkció és a forma hogyan harmonizál ebbe a városban. Nagyon szép leírásai vannak. Hát ez tulajdonképpen az örökség, és a Veszprém, ha a kulturális örökség fővárosra pályázik, talán érdemes lenne visszalapozni ebbe a könyvbe. Úgy elemzi a várost, mint hegyi-völgyi fekvésű várost, idézem is tőle, a szűk völgyek és a dombok együtthatásának a látványa. Fókuszában a várral és a várhegyel és a várral, a kapcsolódó azzal a belvárossal, amit Márkus Hajnalka vázolt itt föl, ami közvetlen kapcsolódik, ami a tulajdonképpen zsidó és kereskedelmi és a 18. századi épületekhez és város, vár negyedhez kapcsolódó 19.-20. század elejé polgárvárost jelenti, és az ennek körében kialakuló gyűrűszerű, úgynevezett váralja települések, a dombok és a völgyek tagolásában, ugye Buhim völgy, Jeruzsálem hegy, Temetőhegy, 13 város, Cserhád, Gince, stb. Nos, amikor mi társadalmi ökológiai övezeteket vázoltunk föl, akkor azért ezt figyelembe vettem. Nos, a korompai monográfiából úgy tűnt, hogy nem mondta, hogy ez a város nem növekedhet. Hiszen az látok a térképeken, hogy telepek voltak, de rengeteg fenntartása, rengeteg instrukciója volt már ebben a monográfiában is, ugye úgy is, mint aki a városrendezési tervet készítette, hogy egyáltalán milyen beépítési sűrűséggel, milyen városrendezési előírások mellett, milyen épületmagassággal, hol lehet kímélni ezt a, nem mondta ki, nem írja az örökséget, ezt az örökséget, ezt a gyöngyszemet, ezt a várost, ami igazán, ez egy 1910-es kép a Betekincs völgy felől, hogy ez a kép azért úgy megmaradjon, ez a városkép, ez olyan 10-20 ezer főt kíván. Lehet több is, csak akkor nagyon vigyázva kell és körültekintően építeni. Amikor ő a monográfiáját írta és a városrendezési tervét készítette, az 50-es évek eleje, akkor olyan 24 ezer fő körül volt a város. Tehát ez a tradicionális szerkezettel konform város és városképpel konform népesség szám, ami lehet nagyobb, csak vigyázva. Aztán ez berobbant a növekedéssel. És elindult egy tér és egyben társadalom szerkezet formáló növekedés, aminek ugye az első fázisa az egyetemváros kiépítése, hallottunk róla, bőven nem megyek bele, nehézvegyipari kutatóközpont,
és hát kezdtek kiépülni már ugye a lakótelepek is, akkor úgy hívták, hogy Jankovics és Kis Lajos lakótelep, ez ugye az egyetemi városhoz kapcsolódott, és már ugye a 60-as évek közepétől a Cserhát domb egy nagyon jó terület, nagyon jó, de nagyon indokolatlan, ahogy mondta, bontással, hogy elkezdődött a 109 földszintes épület bontása, és ott már egy 10 emeletes épület is, a másik 10 emeletes az meg az egyetemvárosban volt, és már a Cserhát lakótelep épült, és egy új, hát városközpont, de lehet, hogy ez nem központ, szóval egy új város kiépülése, ami aztán ugye a 20 emeletes épülésével fölgyorsult, és erről is hallottunk az előbb, hogy ott úgy hívták akkor, hogy Felszabadulás úti lakótelep, ezt a Jutasi úti lakótelepet, annak már, amikor mi itt jártuk a várost a 70-es évek elején, akkor már az első nagypaneles győri házgyárból hozott paneles épületei fölük, egy tervciklusonként itt 2500 lakást építettek, én nem tudom, hogy ebből 75-ben mennyi valósult meg, már elég szépen volt, amikor mi láttuk. És akkor kialakult ez a kettősség, és ez a városrobbanás, ugye egyfelől a várnegyed, most leegyszerűsítve másfelől a 20 emeletes és világa, és ez mint két pólus, nem azt mondom, hogy konkurált egymással, de egymással szemben volt, és hát amikor 75-ben megnéztük, akkor cirka 45 ezer körüli volt már a lakosságszám, és az előirányzatok, úgy, ahogy ezt Márkus Hajnalka mondta, hogy hát attól függően, hogy milyen számok hangzottak el, 70-80, sőt 100 ezerre, tehát egy nagy várost akartak, itt Pápát is, meg Pápával nem csak konkuráló, hanem fölébe nevő nagyvárost és a környező ipartelepeknek egy ipari központját. Valami ebben a 70-es években bejött ebbe, amit én úgy mondok, hogy ez a szocialista újvárosépítés levegője, hangulata, az erre való beállítódás. Hát persze, szocialista újváros az ugye Tatabánya, Kazincbarcika, meg Dunaújváros, Sztalinváros, ami hát azok, hogy a régi teljesen eltörölni, ipari nagyüzem, lehetőleg nehéz ipari nagyüzem, az a legszocialistább, és hozzá kommunális létesítmények és lakótelep. Hát ugye ez Veszprébe nem lehetett, de valahogy ez a Papp János és körétől is jövő, hát ilyen újat és a múlttal szemben valamit létrehozó beállítódás, ez érződött, és amit én személyesen éreztem, mint itt lakó a 70-es évek elején, azt én később azonosítottam, hogy volt valamilyen szocialista újváros levegője a városnak. Ugye Sztalinvárosról lehet az 50-es évek elejé Sztalinváros élni, hogy ott miféle elemek fordultak meg, és micsoda. És hát, valami ilyen szabadosságok, nem azt mondom, hogy szabadság, szabadosságok és nyüzsgés, bozgás, ez benne volt a városba. Itt a éjszakai élettől kezdve mindenféle bohém világa, rengeteg albérlőnek az ide-oda csapódása az éjszakai élet. Tehát valami újváros hangulata volt ennek a 70-es évek elejé Veszprémnek, aminek hát ilyen külön hangulatot adott, hogy ugyanakkor ott van egy ilyen várnegyed is. És na most akkor átérek arra, hogy hát tulajdonképpen ez az egész szociológiai vizsgálat, empirikus szociológiai vizsgálat, ez hogy jött rám? Hát ugye akkor Szelény Iván volt a városszociológus és Konrád György, és ők szisztematikusan föltárták a vidéki városok társadalmi szerkezetét, ökológiai, társadalmi ökológiai szerkezetét,
lakásmobilitás, stb. És ennek voltak az ő elsősorban Szelényi munkásságában, a 73-as doktori disszertációjában, ami akkor olyan fél szamizdat volt, ez a 72-es településrendszer és társadalmi struktúra. Hát társadalmi struktúra alkotó fogalmai is bevezette ugye a lakásrendszer és városstruktúra fogalmát, a lakásosztályok fogalmát, mint rétegzésképző tényezőt. Egyáltalán a lakás nagyon előtérbe került. A kérdőíves vizsgálataikban mindig volt egy, vagy gyakran volt az, hogy a végén megkérdezik, hogy hát és önnek mi a legnagyobb problémája az életben, és írja Szelényi, hogy hát Makótól kezdve Szegeden át, minden, az volt, hogy a lakás, nem elég komfortos a lakás, a udvarra kell kimenni vécére, hogy nem jutok lakás, zsúfolta. A lakás, sok kérdést már megoldott, de ez a lakás kérdés, ez nagyon fontos volt. És a lakás, mint mobilitás és társadalmi struktúra képző tényező, ez nagyon fontos volt. A másik, hogy a klasszikus humán ökológia, ami a 30-as évek, 20-as évek Amerikájában a Chicagói iskolát jelentés, ami biológiai fogalmakban írja le a városban való mozgásfolyamatokat, struktúrát és átstruktúrálódásokat, az lerágott csont lett már ott az 50-es években, és a Szelényi, és ugye nem csak a Szelényi, hanem Gantz Pál, Muzil ugye nagyon fontos volt itt nálunk, mint városszociológus, a csehszlovák, hogy nem írható le ilyen természetes, ilyen biológiai fogalmakkal, nem írhatók le a városi mozgás folyamatok. Hát különösen nem Európában, ahol hát ugye szociális piacgazdaság van, jóléti társadalom van, ahol nagyon fontos a tervezés. Ott a folyamatokat nem a rátermettség, a tiszta tranzaktív viszonyok, a életképesség határozza meg, ami leírható biológiai fogalmakkal, úgy, ahogy ez Chicagóban volt 20-as, 30-as években, hanem az tervezett folyamat. És különösen érdekes ez, mint tervezett folyamat, szocializmus körülményei között, ahol tervgazdaságok vannak, ott nagyon keményen hatalmi viszonyok és egy elosztás kérdése az, hogy ki, milyen rétegek, hogyan, mint preferáltak ebben a társadalomban. Ez alakítja ki a lakásosztályokat. Itt van a Szelénynek egyik mondata, a tervezés a társadalmi ökológiai folyamatokba belül való beavatkozás sajátos módszere, hatalomgyakorlás. Ez még azt a képzetet is keltette, ugye akkor írta Konrád a Szelényivel együtt, hogy értelmiség és az osztályhatalom, értelmiség útja az osztályhatalom című könyvét, hogy majd a tervező majd megmondja racionálisan, hogy milyen ez a társadalom, milyen szegmensekből áll, milyen alrendszerekből áll, milyen mozgásfolyamatok vannak, és akkor majd a várostervező, a városépítész ehhez igazodik, és valami kölcsönös kapcsolat áll a két értelmiségi között. Na ez aztán tényleg illúzió volt. A tervezés az tényleg nagyon fontos. Nyers hatalmi viszonyok, különösen itt mondjuk Veszprémbe, Pap János megyébe. A tervező azt csinálta, amit azért mondtak neki, azon belül pedig próbált valami racionalitást, szakszerűséget belevinni abba, ami... Hát erről is hallottunk a Márton-féle tervekben. És akkor is itt jön ez a... nevezzük úgy, hogy társadalom régészet, a Korompai féle város szerkezeti tagolódás és általunk apróra bejárt városban megfigyelhető ellátottsági szintek, kinézet alapján próbáltunk egy használva, hogy 800
fős mintánk van, egy eléggé cizellált társadalmi ökológiai struktúrát kialakítani, struktúraképet a városba, hogy azon belül majd felrajzoljuk a várostársadalmi térképét. Most itt egy kicsit ugrok, mert akkor ez 8. Most nagyot ugrottam. Na, ez lenne az a társadalmi térkép. 8 övezetet jelöltünk ki. Ugye a két város kiépülő városközpontot, az az 1-es és az 1-es 2-es, tehát a vár és a környező része, és az ami a Kossuth utcán épülni kezdett, és a Cserhát bontása, tehát ez az új város, a 20 emeletessel, meg ugye a várban, ugye a vár épületeivel és templomaival. Hát itt az a egyszerű megfigyelés volt, ugye, hogy hát lehet, hogy azért óvták a várnegyedet, hogy ne essen szét, tehát statikailag azért megpróbálták. De tulajdonképpen ez a bizonyos régi mellett az új koncepció, ez nagyon élt ebben az időben. A vár épületei, ezek a 18. századépek elhanyagoltak voltak, a környezete is, ez a polgári világ is teljesen elhanyagoltak. Ide nem jutott pénz, nem jutott forrás, nem jutott, ezek lepusztulóban voltak. És volt egy csomó ilyen degradálási gesztus, vagy hogy lehetne mondani, hogy miért kell a várba ugye pont a Tolbuhin útnak fölmenni. Ott van persze az igazságügyi részleg, igazságszolgáltatás, de mindjárt ott van a következménye is, ott mindjárt a püspöki palota mellett a börtön. Tehát volt egy csomó ilyen gesztus értékű, hogy az a régi, az maradvány, az csökevény, stb. Ez pedig az új, a modern, körülbelül úgy, ahogy a Jan Gehl előadásában is a 60-as években, ugye a toronyháza, csak kicsibe. A 2/1-es övezet, ez, jó mondom, hajnak a 13 város, nem? Igen, de azt akkoriban Dózsa városnak hívták. És ennek van egy olyan része, ott az 1/1-es egy ilyen kis, ezért az a vár meg a Benedekhegy, hogy az a Buhin völgy és a lejtő, völgylejtő és a völgy emelkedője. Na, ez volt a városnak a festői nyomora. Tehát ez olyan volt, hogy itt az udvarokban ott röfögtek még a disznók, de hát ez a belváros, és a csirkék kapirgáltak, a WC az ott volt a udvar végén, a klotyó, semmi különösebb, vizes épületek, a Buhin völgy, az egy fogalom volt, de ez nem csak a Buhin völgy, ez elment egészen, mert ez egy nagy városrész, egy terjedelmesebb városrész, ugye a 2/1-es, és meg kellett húzni ott egy határt, valahol ott, ahol talán most is Dózsa-György térnek nevezik, ami már jobb, ilyen családi házas, és az még a két világháború között kezdett épülni. Na most természetesen, most elnézést, tehát ez a város most nem így néz ki, most egy 60, vagy majdnem 50 évvel ezelőtti várost mondogatok én itt. Tehát ez a 2/2-es, ott a Dózsa, az már más. A másik ilyen vár alja település, ugye ez a Jeruzsálem-hegy, annál ugyanez, hogy a völgyi rész, meg a völgyből emelkedő rész, az körülbelül valamivel jobb, mint a Buhin völgy, tehát de ugyanaz a lepusztultság. Majd egy kicsit olyan, mert ugye a 60-as években már családi házak épültek, meg az jobb. A 4-es az meg már egészen jó, az a Endrődi úti lakótelepnek hívták, akkor ez a Vadaspark mellett egy ilyen kis nagyon jó ellátottságú, komfortos kis lakótelep volt, főleg kiszesek laktak ott, ilyen funkcionáriusok, úgy vettem ki. A következő 4-esnél tartottam, az 5-ös, azt is bontanunk kellett, ez az egyetemváros rész.
ezt az 5/3-ast én ezt elneveztem villanegyednek akkor. Ez valahol ott a Varta, Vince, József Attila, meg milyen utca eléve, ilyen tágasabb családi házak, Pap János is ott lakott, azt hiszem, a milyen utcában. Melyikbe? Viktor Hugo utcában, ilyen jó kis ilyen Bauhausos háza volt, nem tudom most mi lehetne. Igen, tehát ez egy ilyen elit negyed. Az 5/1-es, az pedig az egyetem része volt, és a hozzá kapcsolódó tepek, és aztán akkor azt hiszem ott akkoriban Kis Lajos meg Jankovics lakótelepnek mondták, az pedig hát ilyen új házas rész. Ezt nevezzük úgy, hogy ezt az egyetemvárost, ami így szépen tagolódott, ez délnyugati városnésznek lehet nevezni. A következő az ugye, ahol tulajdonképpen most is állunk, ez egy nagyon vegyes dolog, ugye ez a Füredi úttól kifele, ez egy nagyon vegyes beépítésű, itt minden volt. Ez azt hiszem azóta, hogy látom, ez rendeződött. Valahogy egy egységbe vontuk össze. A 7-es az újvároshoz tartozó, ugye Cserhát az épült ki, az tulajdonképpen az újváros, és a 8-as pedig ott a... Ja nem, a 7-es azt úgy neveztük akkor, hogy meg úgy nevezték, hogy új telep. Nem tudom, élt ez emlékszel. Ez is valahogy, ez még a két világháború között kezdett el képülni, ez a bizonyos kisiparos, jellegzetesen ilyen veszprémi lakosságnak volt a területe, és a családi ház építés területe is lett a későbbiekben. Viszonylag jó terület volt, és a 8-as ugye az a Jutasi út, akkor úgy hívták, hogy Felszabadulás úti lakótelep, az kezdett ott épülni. Ez nagyon dinamikus, hát ahol elhelyezték ugye a cserhátiakat, meg az... Mennyi? 5 percen van, bocsánat. Akkor visszamegyek, de csak azért, hogy hirtelen rápillantsanak erre, és akkor nem fogom itten végigmondani, hogy tulajdonképpen az övezeti határokat a lakásellátottsági szintmutatók szerint csináltuk meg, bizonyos történeti ismeretekkel kiegészítve. Hát csak annyit, hogy ugye a belváros egy, ugye ez a régi város, hogy a fürdőszoba 52%-ában volt a lakásnak, és a WC lakáson belül is csak 62%-os. Tehát ez egy a 100%, ahol már ugye teljes ellátottság, csatornázottság volt. Tehát nagyon, nagyon furcsa már egy 40 év után, vagy majdnem 50 év után, hogy hát a közcsatorna ellátottság és a WC-vel lehetett mérni a szintkülönbséget. Na most, hát akkor összefoglalva a mondandómat, ugye az egész vizsgálatunknak az volt azért a motivációja, hogy amikor először bementem, először bementem itt egy lakásügyi főelőadóhoz, vagy osztályvezetőhöz, hogy hát akkor ugye ebbe a lakásosztásos rendszerbe hogyan oszlik meg a tanácsi lakások, ezek osztott lakások, a szövetkezeti és a szolgálati lakások aránya, milyen várospolitikai preferenciái vannak, akkor ugye ez a Stuczót hajó előadó azt mondta, hogy hát 70% munkás, 30% egyéb, kész. Ennyi. Na, mi ezzel az egész vizsgálatunkkal, ugye, tulajdonképpen ezt kezdtük el, ami napnál világosabban előttünk volt, pontosítani, bontani, amennyire lehet, és az akkori módszertani eszközökkel valahogy, hát kvantifikálni. Kiderült, hogy ez a város, ez valamikor is hivatalnok város, így mondták, és más értelemben valójában a hivatalok, a tudományos kutatóek, a kvaterner szektor, az igazgatás városa maradt, és az elosztásban ez volt nem a munkás, meg a, ez volt az elsődleges preferencia.
Viszonylag és fiatalos város volt, viszonylag kevés nyugdíjas volt. A nyugdíjas fizikai, ott volt, a fizikai dolgozók között volt inkább nyugdíjas, összesen 16% nyugdíjas volt. Fiatalos, nyüzsgő, bozgó város volt. Erről már beszéltem. Ugye itt ez végig lehetne mondani, hogy egy ilyen elég egyszerű rétegződés kategóriák szerint ugye az egyes övezetekben, hogy milyen megoszlások vannak. Ez konform ugye a korcsoport rétegződéssel, fiatalossággal. Hát ezt tanulmányozni kellene, és végül csak ezt mondom, hogy azért valami mérőszámot is használtunk, ez a disszimilaritási és a szegregációs index. Ez azt jelzi, hogy mennyire szegregált, mennyire tagolt, mennyire zárványszerű társadalmi réteg vannak, társadalmi csoportok vannak ökológiai, társadalmi ökológiai övezetenként. Tehát például az, hogy a szakmunkás, szakképzett szolgáltatási dolgozók és a vezető állásúak között 32%-os a disszimilaritási index, ez azt jelenti, hogy 32%-nak kellene vagy az egyiknek, vagy a másiknak költözni ahhoz, hogy egyenlő legyen. Na most ez értelmetlen, mert egyenlő nem lehet, de hogyha túlságosan magas ez a disszimilaritási index, akkor az azt jelenti, hogy a város túltagolt, szegmentált, differenciált és társadalmi csoportokban az, hogy milyen területen van, milyen lakásállományban, milyen lakás minőségben van, az a társadalmi helyzetétől, mégpedig attól a társadalmi helyzetétől, amit a hatalom preferál vagy kevésbé preferál, függ. Ezt végig lehet ragozni az egészbe. A szegregációs index az ugyanez, csak akkor az egész, én azt most nem nézem. Na most, hát záró mondatként az megállapítható, hogy hát ez a város akkor hát túlságosan tagolt volt, szerkezetileg úgy nézett ki, hogy szétesett ezzel a két központtal és az építkezések kezdetével. Társadalmi szerkezete ugyancsak bizonyos értelemben szétesett egymással nem közlekedő rétegekre, depressziós zárványokra és preferáltakra, rengeteg beköltözőre, meg beköltöztetettre, meg innen fűzfőre, ingázóra, meg. De ugyanakkor mégis valami élhető város volt, és amit azóta látok, már ilyen látogatóként, hogy valahogy mégiscsak összenő, hogyha most a város fizikai struktúráját, tehát a város szerkezetet nézem. Ugye ami akkor nekünk olyan nagyon szétesőnek és nem összeülőnek tűnt, most ami hát nem összeillő, nem, mégiscsak összenő. Mert valahogy ez az új város rész közben a régi városközponttal mégis valami együttélésben tud. Látványban is, meg hát a városban sétálva élményként is előadódni, és én azt hiszem, hogy ez annak is a következménye, hogy itt tényleg örökségben gondolkoztak olyan értelemben is, hogy bár a felülírás kultúráját éljük, ugye ez számítógép, mégis azokat a rendezési terveket, azokat a város koncepciókat, amit Vörös Hajnalka előadott, a következő nem úgy írta fölül már, ahogy a legelső fölülírta ennek a régi püspöki fészeknek, hanem valamit hasznosított belőle, megpróbálta kitalálni belőle azokat a jó elemeket, továbbvihető elemeket, és így szervesen épült. Ugyanis a város, ez most egy nagy közhelyen fejezem be, mégiscsak egy organikus szervezet, egy organikus egység, ami előbb-utóbb, ha jól csinálják, és nem a felülírásban gondolkodnak, kiveti magából azt, ami nem oda tartozik, magához illeszti azt, ami mégis magához illeszthető, és végül is egy valóban élhető környezetet tud teremteni. Köszönöm szépen!